hogy jöttek be, mert én Rákospalotán laktam, és jöttek be az orosz laktanyával ott a Fóti úton a tankok befele, és így bebelőltök az utcába. Ilyen fiatal gyerekek ott elkezdtek lövöldözni puskával a tankokra. De hogy én 56-ban végigmentem a körúton, és láttam az akasztott katonát az Aradi utca sarkán, az biztos, de fiatal voltam. Hát a kivégzése az egészen borzalmas volt, szóval az a júniusi nap, amikor ugye 58-ban megkaptuk a hírt, az újság megírta, akkor még fölhozták az újságot, ugye a lakásunkban, és mi sokat beszéltünk ezekről a dolgokról. Tehát a családban akkor én már voltam annyira felnőttként számon, tehát hogy nem féltek attól, hogy én elköpöm, hogy mit mondott az apám. Én sose fogom elfelejteni, amikor reggel ugye kiment, még félig borotva hangos arccal, és kivette az újságot, és nagy betűk, hogy nagy jövőjük utásai, és az ítéletet végrehajtották, és ahogy levágja a földre az újságot, és ő, aki az én apám nem káromkodott, akkor nagyon elkáromkodtam, és azt mondta, ezt is megtettem. 89-ben új volt az újratemetés. Az igazából neki ezek mind új dolgok voltak, mert erről előtte semmi. És utána lehetett azt érezni egy kicsit, hogy itt mondjuk, ha valami történt volna, valami ilyen, hogy lehetőség lett vállalkozónak lenni. 88 elejétől lehetett azt érezni, hogy ezen a rendszeren megpattant valami, és a repetések azok tovább futnak, és egyre többet és többet hallott az ember. 89-re már látni lehetett, hogy itt igen, lesz rendszerváltás, és az ember ebből nem akar kimaradni. És nagyon jó érzés volt, mert pár évvel korábban nem gondoltam volna, hogy valaha is megérem, vagy akár a gyerekem.